A felsősök gyakorolják a legújabb koreográfiájukat a német tánc és életmód táborban, amit a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskolában tartanak. A táborba bárki jelentkezhetett Bonyhádról és a környező településekről is. 48 gyereket táboroztat hadsegítővel Köllerné Koch Ilona, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke. Hosszú hónapokon keresztül, március közepe óta nem tudtunk próbálni, és nagyon hiányzott már az, hogy együtt legyenek a gyerekek, és hogy a szabadidőt értelmesen is eltöltsék, mozogjanak, és azért arra gondoltunk, hogy a táncosoknak és esetleg az érdeklődőknek szervezünk egy ilyen napközis jellegű tábort. Rengeteg programot szerveztük nekik, délelőtt tánc, sport, kézműves foglalkozások vannak, kirándulás, jönnek az idősek, megmutatják, hogy hogyan készül a pacskár, különböző motivumokat megmutatnak még, pacskert lehet készíteni majd kartonpapírból, vagy dekorgumiból. Ezen kívül Lón Zsuzsanna, német tanárnő régi játékokat mutat a gyerekeknek. A nyelvgyakorlás is nagyon fontos számunkra. Németül beszélünk a gyerekekkel több, elég sokat, és a feladatok is olyanok, hogy a német nyelv is benne van. Bonyhádon működik egy Spinnstube, ami azt jelenti, hogy fonó, és minden olyan kézműves dolgot készítenek, amit régen a fonóban. Tehát első a pacskárkötés, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a tudást átadják az idősek a fiatalabbaknak, és szerencsére vannak fiatalabb anyukák is, akik jönnek és tanulják, és már meg is tanulták. És ezen kívül van a horgolás, a neccelés, a hímzés, kendőket is, zsebkendőket, díszzsebkendőket is készítünk. Tehát nagyon sokféle programunk van. Az alsósok kézműves foglalkozásukon épp hangszert készítettek, és egy random koncerttel meg is leptek minket. Olyan gyerekek is vannak köztünk, akiket behoztak a szülők, hogy ugye egy picit, mintha a napközis tábor lenne, felügyeljük őket, már itt is vannak a csöpségek. Tehát nem mindegyik táncos, de azért látszik rajtuk, hogy sikerült nekik is a két nap alatt megtanulni a táncot. Négyen nem táncosok, a többi gyerek, a 20 az mind táncos. Nálam a picik, ők a cipfelműt csoport, van ovis is, és van harmadikos a legnagyobb, illetve már kikerik maguknak, mert negyedikesek. Ugye, most már negyedikesek lehetnek. És annyira pici az egyik kisfiú, tegnap, amikor barkácsoltunk, elaludt. Mert ő még óviska, és jövőre is óvis lesz, és ő neki ez kellett. Itt zörögtünk, szólt a zene, és ő el tudott így is aludni, egy órán keresztül aludt. A gyerekek nem csak Bonyhádról, hanem például Cikóról, Hőgyészről és Mázáról is érkeztek. Ottavós tábort szerveztek volna Alsómocsoládra, ahol az utolsó napon előadták volna a szülőknek a héten tanult táncokat, de a vírushelyzet közbeszólt, így napközis tábor lett belőle. Délelőtt mindig tánc, szigorúan. Olyan 8:30-ig összegyűlünk, akkor 10 óraizunk, és 9-től 11:30-ig táncolunk, egy picike szünettel, és nagyon jól bírják a gyerekek, ugye ma azért, mert csokit ígértünk nekik. Az mindig tánc, és mindig egy új tánc. Először mindig ismételjük az előző napit, és akkor egy új táncot veszünk. Most már így 4 táncunk van, hál' Istennek, 2-2 tudtunk venni minden nap, és délután mindig barkácsolunk. Tegnap kék festőbabát barkácsoltunk, megnéztük a régi mesterségeket, milyen régi mesterségek voltak, beszélhettek róla, hogy szerintük van-e még ma ilyen mesterség. Ilyen volt például a klumpa készítő, a hordó készítő, a kőfaragó, a kékfestő. Néztünk arról a tolnai kékfestőről egy rövid videót is, és ilyen kékfestő anyaggal csinálhattak a gyerekek fakanál kékfestő bábot. Hát azt is nagyon szívesen hazavitték. Csak annyit szeretem volna mondani, hogy ez a tábor nagyon jó, mert táncolunk, és szeretem ezeket a sváb táncokat, meg ezek a hasonló dolgok. És egyébként van egy kis tesóm is, őt úgy hívják, hogy Kővári Dániel. Hálló,